A trianoni határrendezés következtében az Ipoly folyó mintegy 150 kilométeren képez határt Magyarország és Szlovákia, korábban Csehszlovákia között. A múlt század elejéig a hidak összekötötték a két partot, a trianoni döntéssel ugyanezek a hidak elválasztották az addig egységes térséget, falvakat, sőt családokat. A Ipoly hidak, ezek létfontosságú és kulcsfontosságú létesítmények. Ugyanis az Ipoly völgye magában, ami 5500 négyzetkilométert ölel föl, ez egy olyan egység, ami önkéntesen is el tudja magát látni, el tudta mindig látni. Egy olyan természeti egység, ahol a vizek egybefolynak, ahol a partok egyben nyúlnak, és egy kultúra alakult ki benne. A hidak, azok műszaki létesítmények. Ezek a műszaki létesítmények, megteremtették azt a lehetőséget, hogy az emberek nyugodtabban mozoghassanak keresztül a folyón, jobbra-balra, egyik oldalról a másikra, rokon a rokonhoz. Szóval az embereket úgy olyan értelemben műszakilag kötötte össze. De Trianon nem a műszaki dolgokat bontotta föl, és nem a műszaki dolgokat semmisítette meg, hanem ezeket a kapcsolatokat. 1945-ig a folyón 47 híd szolgálta a forgalmat. Ezek egy részét a II. Világháborúban felrobbantották, a többi zömében fából készült hidat pedig az árvizek rongálták meg. Az Ipoly hidak újjáépítésének gondolata a 90-es években merült fel, ám a megvalósításra közel 20 évet kellett várni. 2011-ben Európai Uniós és megyei forrásból megépült a Rárost-Rárospusztával összekötő híd, 2012-ben pedig a Pető-Puszta-Pőstény-Puszta közötti híd. Jelenleg további három Ipoly híd megépítésének előkészületei zajlanak, Ipoly-Varbó és Őrhalom, Ipoly hídvég és Trégely-Palánk, valamint Helenba és Ipoly-Damást között. Mind a három híd esetében az előkészületek zajlanak, konkrétan Nyitra megye területén az Ipoly torkolatánál elhelyezkedő vagy majdani Ipoly hídnál esetében éppen a közbeszerzés zajlik. Én optimistaként azt mondom, hogy a közbeszerzés nem fog elsiklani, sikeres lesz, és az eredményes pályázó neki tud látni a folyamatoknak, az építésnek, akkor ez optimális esetben 2021 elején az építkezés meg is kezdődhet, és hát úgy gondolom, hogy egy éves átfutással valamikor 2022 elejére az Ipoly hídelés készülhet. A projekt a szlovák-magyar Interreg program keretében Európai Uniós finanszírozással valósul meg, a teljes költség mintegy 6 millió 800 ezer euró. Helenba község polgármestere szerint a tervezett Ipoly híd elősegíti a település fejlődését, a munkavállalóknak és a vállalkozóknak pedig új lehetőségeket teremt Budapest irányába. Nagyon sok fiatal és nagyon sok munkavállaló jelenleg is Magyarországon dolgozik, úgyhogy ingáznak. Vannak, akik Esztergomba, vannak, akik Pestre járnak, ugyebár hát egyértelműen, aki Pestre vagy pedig ebbe másik irányból mozdulna el, akkor őnekik ez sokkal közelebb lenne, és sokkal meggyorsítaná ezt a munkába járási lehetőséget is. A polgármester bízik abban, hogy az Ipoly torkolatnál fekvő csendes zsákfalu életét nem borítja majd fel nagyon az áthaladó forgalom. A tervek szerint a híd 3,5 tonna teherbírású, vagyis csak a személygépkocsik és a kisebb furgonok haladhatnak át rajta. Emellett a hídon át vezet majd az Eurovelo 6-os nemzetközi kerékpárút is, ami előmozdíthatja a turizmus fejlődését a térségben.